The Rapid Alert System is a, is a partnership between the EU governments of the of the member states and the European institutions where we all get together to do two things. The first one is to uh, have the possibility to alert each other if we see something that needs to be explored further. So, a disinformation campaign, uh, a story that travels very quickly and that has potentially a huge impact, which goes across the borders. And the second thing is to share experience, to learn from each other, to uh, share, for example, trend reports, analysis, studies that are being done, uh, so that we can all learn from each other across the European Union. The EU won't be telling the capitals what to do. Uh, it is a partnership, it is something that we need to tackle together. It is important to have everybody on board. And that is not only the governments, it is parliaments, it is uh, the general public, it is journalists, it is fact checkers. The list is long. It, is, it concerns all our societies. Of course, not. We're not a ministry of truth. What we want to do is exactly the opposite. We want to prevent people from being manipulated by other actors because I think the right of every citizen is also to get genuine information, and that is our job. Idén augusztusban az EU-ban hatályba lépett a megerősített dezinformációs magatartási kódex. Ez egy olyan szabályzat, ami a nagy technológiai cégeket kényszeríti arra, hogy cenzúrázzanak mindenkit, aki nem felel meg az EU gondolatrendőrségének. Tehát, ha látod a bejegyzéseidet eltűnni, akkor minden bizonyal ez történik. Egyáltalán nem túlzok, és mondom is a részleteket. A kódex a digitális szolgáltatásokról szóló törvény részeként került bevezetésre, ami az EU-ban egy sok éve zajló trend eredménye, és érthető módon erről nem fogsz hallani túl sokat a tömegmédiában, főleg nem objektív szemszögből, mert ami eddig fake news volt az elmúlt három évben, hogy ilyen elegáns magyartalansággal ér. azokról a sorra bizonyosodik be egyre többek számára, hogy hát igen, lehet, hogy mégsem úgy volt az a narratíva, amit elmondtak nekünk, lehet, hogy mégsem az az igazság, amit hallunk az EU-tól és a hatóságoktól a tömegmédiában. Szóval a kódex szerint most már büntethető a hamis vagy félrevezető tartalom, amelyet megtévesztő szándékkal vagy gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából terjesztenek, és amely kárt okozhat a nyilvánosságnak. Hogy még tartozik ebbe pontosan, megint ugye itt a probléma. Tehát a törvény értelmében az EU-ban a több mint 45 millió felhasználóval rendelkező platformok már 2023. szeptemberétől górcső alá vehetők, felelősségre vonhatók annak függvényében, hogy miként akadályozzák meg a platformjaikon a dezinformáció és az illegális tartalom terjedését. Szabályokat megszegő vállalatok globális bevételeik akár 6%-ának megfelelő bírsággal is ö, számolhatnak, akár ennyire is büntethetők. Hogy ez miként megvalósítható? Megint azt azért nehéz előre látni, de egy percig se gondolhat, hogy a technokraták és közösségi média oldalai itt az igazi áldozatok. Nyilván a kisebb platformok, igen, amik a szólásszabadságot akarják támogatni, de nem Google és nem Facebook, nem. Még ha azt is mondják, ne hidd el, te és én és a szólásszabadságunk vagyunk az áldozatok. Erre mindjárt a videó vége felé kicsit többet ki is, ki is térek. Szóval, ahogy említettem, ez nem az első ilyen intézkedés, amitől ténylegesen az Orwelli 1984-ben érezheted magad, ugyanis ez csak egy olyan a sok eu rendelet közül, ami már bevezetésre került, vagy kerül bevezetésre, hamarosan. Májusban beszámoltam például arról, hogy, a, ki hogy kiszivárgott eu dokumentumok szerint 20 uniós ország közül 15 támogatja a végponttól végpontig titkosított kommunikáció ellenőrizhetőségének ötletét egy előterjesztett törvényjavaslat esetében. Belejött a Magyarországot is, na most én akkor felvetettem azt a lehetőséget, hogy amennyiben ez bekövetkezne, megszűnne a magánéletvédelme minden polgár számára az interneten. De legalábbis az, az, az internet olvasható, de nem a dark webre gondolok, nyilvánvalóan az internet apró részére, amit a legtöbben használunk. Minden magánnyelög információ, amit Facebookon posztolsz, amit e-mailben küldesz, vagy bárhol máshol teszel közzi, igenis veszélyben lenne a nagy testvér mindent látni akaró tekintetítő. Priss szerint a brit kormány idén júliusban előteresztett online biztonsági a szintén lehetővé tenni az Egyesült Királyság hírközlési hatósága számára, hogy feltörje a végponttól a végpontig tartó titkosítást. Ezeknél az üzenetküldő alkalmazásoknál, tehát beleláthatnának a felhasználók kommunikációba, annak ellenére, hogy ugye a kommunikáció során a felhasználók titkosítást használnak. Persze ebben az esetben is a bűn megelőzésre hivatkoznak, mint mindig. Erre válaszul a WhatsApp, ami ebbe a kategóriába tordozik, a Signal, amit közületek is sokan használnak, én is használom, azzal fenyegetőzik, hogy kilép az Egyesült Királyságból, szóval meglátjuk, hogy mi lesz ebből, én nyomon fogom követni. Meg persze el kell ismerni, van bűnözés, nyilván, ez nem ideális a helyzet, vannak átverések, félrevezetések, vannak kamu oldalak, kamu hírek, amik a jóhiszemű embereken élősködnek, de nyilvánvalóan nem ez a megoldás, hiszen ezzel a párhuzamban azt látjuk, hogy a fact checker az úgynevezett hitelesített újságírók is szabadon szórják hazugságaikat, például a Covid-ról, a vakcinákról, állítottak olyanokat három évvel, amik akkor sem voltak igazak, és azóta mindenki számára nyilvánvaló, hogy nem voltak igazak. Az ukrán háborúval ugyanaz a helyzet, Szóval ők Nyilván mentesülnek a törvény alul, te és én nem fogunk mentesülni. Tehát a megoldás nem erősebb szabályzás kellene, hogy legyen, hanem több oktatás és felvilágosítás. De az EU-nak semmi szükség egy felvilágosult és önálló publikumra. Ja nem, bocsánat! Az EU felismeri, hogy a publikum képtelen kiértékelni a tartalmakat, ezért már az iskolában is elkezdik nevelni az állampolgárokat a kritikus gondolkodásra, legalábbis ami ö, szerintük az lenne. Az EU esetében a nagy testvér az Európai Digitális Média Megfigyelő Központ az az EDMO. Egy EU által finanszírozott tényellenőrző központról, vagy fact-checking központról van szó, ami az igazság hírnökeként is kizárólagos birtoklójaként azt állítja, hogy a célja a dezinformáció azonosítása, forrásainak felszámolása, vagy hatásának gyengítése. A szervezet 2020-ban indult egy 13,5 millió eurós kezdeti támogatással. Az ő értelmezésükben a kritikus gondolkodás azt jelenti, hogy felütöd a fact-check oldalakat is, lánám, elitárul az igazság? A Fact Bar Edu projektben tényellenőrzési szakértők, újságírók, médiaszakemberek és pedagógusok vesznek részt, hogy digitális információs műveltségi eszközöket hozzanak létre. Na, ezt figyeld! Prebanking programjuk, tehát előrejelzési programjuk a hazugságok, a terjesztésük módszere és forrásai leleplezésének folyamata, mielőtt azok lecsapnának. De tehát még azelőtt akarnak cenzúrázni minket, hogy bármit is közzétenénk. Na, ez maga a gondolatrendőrség definíció, és itt tartunk ezen a ponton. Ha tényleg a lakosok tudással való felruházása lenne a cél, akkor miért taposnának bele a szólásszabadságunkba drákói törvényekkel? Egyébként, amit leírnak a dokumentumban, az nagyrészt meg is állja a helyét, ajánlom, hogy olvasd el, mint mondjuk az információ hitelesítésének a folyamata, sok-sok Egyébként jó dolgot írnak benne, és hát tényleg fontos lenne, hogy képesek legyünk kiértékelni az információt, de ez soha nem fog megtörténni. Az EU érdeke ugyanis nem ez. Egy 2023-as Írországról készült jelentésükben kiemelték a legveszélyesebb narratívákat, amik veszélyeztetik a demokráciát. Olyanokat, mint például az összeesküvés elméletek, különösen az elit, összeesküvési tervéről szóló állítások, az egészségügyi és wellness dezinformációs narratívák, különösen a COVID-19 vakcinával kapcsolatban, a nemi szexuális identitásról szóló narratívák, a drag queenekről, a transzneműek jogairól szóló történetek, kiemelkedőek az MBTQ oktatás és a gyermek molesztálással kapcsolatos teóriák, tudományos és környezeti dezinformációs narratívák, az éghalat változásra gyakran összeesküvés szemlélettel tekintenek ezek az emberek, Greta Thunberg gyakori célpontja, hogy gyalázkodó nyelvezetnek is a humornak, és hát tényleg nevetséges is, egyébként ezt már nehéz lenne tagadni, szóval nevessünk bátran. Aztán a 17. oldaltól kezdve válik igazán érdekessé a dokumentum, mert leírják, hogy milyen stratégiával terjednek ezek az információk, tehát Minket elemeznek, és azt, hogy ők milyen megelőző lépéseket tesznek annak érdekében, hogy ezt megakadályozzák, egy pszichológiai inokulációs elmélet alapján kidolgozott keretrendszerre hivatkozó. Tehát röviden beoltanak minket, szó szerint beoltanak minket az igazsággal, a tömegpszichológia különböző propagandistratégiáival. Erről van szó nagy vonalban. Egy ilyen programot finanszíroz az EU, meg ja, nem csak ezt az egy programot, ahogy a SAGE viselkedés tudományi alcsoportja tette 2020 márciusában a COVID esetében, ugye a távolságtartás és egyéb ugye lezárásokkal kapcsolatos uh, tömegpszichológiai kísérletű kapcsán, vagy az Imperial College London, akik országokra lebontva emberek százezreinek a halálát jósolták, hogy jól ráéjesztenek a publikumra, abban az esetben, ha nincsenek szigorú lezárások, ennyi ember fog meghalni, ezt állították, és ha nem emlékeznétek esetleg, Svédországban nem voltak lezárások, és 85 ezer ember helyett 6 ezer halt meg a hivatalos adatok alapján, szóval mindegy, sok más példát is említhetnék, amik egyértelműen gazdasági érdekcsoportok igényeit szolgálták, és nem a lakosságit, akik rendszeres nézők vagytok, ezt pontosan tudjátok, én akkor be is számoltam, 2020-ban be is számoltam ezekről, és azóta pedig csak, csak, csak legyintenek egyet a nagyokosok, akik akkor a fejünket akarták venni, most meg már, ugye ki emlékszik erre az egésze, kit érdekel, az akkor volt, most, most van, felejtsük már el a múltat, Szóval a lényeg az, hogy ebből a tanulság az lenne, hogy újból meg fogják tenni, az Imperial College-nál is, a Sage-nél is, és az EU agytörösztjeiben is, Ezen dolgoznak, hogy manipuláljanak téged és engem, és cenzúrázzanak, és mindenáron a saját narratívájukat erőltessék ránk, és a publikum könnyen befolyásolható részére, mint a befolyásolás vágya, nem minket érint elsősorban, hanem őket, akiknek az óriási ö, ö, csoportjaik vannak, finanszírozásuk, költségvetésük, nem minket, egyszerű civileket, akik ö, próbálunk valami józan ész fecskendezni, vagy legalább ellensúlyozni. A, a, a politikai rendszerek túlkapásait, politikai rendszereink, vagy politikusaink, és hatóságaink, és bürokratáink túlkapásait. És, és ugye mi vagyunk a hibások, mert merészelünk szerveződni, és merészelünk megosztani információkat a többiekkel. Szóval ezért fontos, hogy mindenki tudjon ezekről a, a hírekről, és hát köszönjük az Ermónak a nyílt párbeszédet, és hát ajánlom, hogy tanulmányozzátok a stratégiáikat, mert sokat lehet tanulni az ellenségtől. Majd pont a korrupt EU lesz az etalon, amikor hitelességről van szó. Ráadásul, amire az EU hivatkozik, a szólásszabadság tekintetében az egy óriási ellentmondás. Az emberi jogok Európai Egyezményének tizedik cikke szerint ugyanis mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a véleménynyilvánítás szabadságát, valamint az információk és eszmék közhatalmi bevatkozás nélküli és határokra való tekintet nélküli befogadásának és terjesztésének a szabadságát. Tehát jogod van a véleménynyilvánításhoz, de tedd úgy, hogy mások véleményét ne befolyásolják. Valaki írja meg kérem, hogy ez hogy működik, mert én nem értem. Az emberi élet az emberi kapcsolatokról szól, igenis, ha, ha párbeszédet folytatunk interneten vagy bárhol, akkor befolyásolni fogjuk valamilyen módon egymás véleményét nagy valószínűséggel. Arról például miért nincs egyezmény, hogy, a, hogy minden államnak kötelessége legyen az elit magániskolák színvonalában egyenértékű oktatást biztosítani, ami elősegíteni, hogy ne legyünk ennyire befolyásolhatók. Na ilyet, sosem fogsz hallani az EU-tól, ez egyenesen őrültségnek hangzik, az én számból, annyira naív megállapítás, minden esetre ez lenne egyenlőség, is, ez lenne befogadás, amit annyira szeretnek ismételgetni Brüsszelben, mint propaganda szlogent. Az igazság egy trükkös dolog. Ez az igazság és óriási hiba ekkora hatalommal felruházni, bármilyen szervezetet is, és ha te még mindig azon gondolkozol, hogy hát igen, van abban valami, hogy meg kell minket védeni, és hát kit tegye meg, hát egy központi hatóságnak kell megteni. nem, nem, és nem. A magánszféra már egyébként is romokban az EU-ban. És úgy tűnik, hogy minél inkább erodálodik az EU legitimitása nemzetek állampolgárainak szemében, és minél inkább erősödik a jobb oldal az EU szerte, és egyébként a teljes nyugaton, annál elkeseredettebben ragaszkodik Brüsszel a hatalomhoz, és én nem egy jobboldali kommentátor szemszögében mondom ezt, ezek az objektív tények. Ráadásul, mivel az internetes tartalmak globálisan elérhetők, az EU-s szabály, EU szabályozása az egész világon elérhető tartalmakra is hatással van. Ezt is fontos figyelembe venni. Talán emlékszel ezekre a cikkekre a májusi videómból. De persze ez nem csak egy EU-trend, mindez része a nagyobb képnek, ahol kínai mintára dolgoznak a hatóságok a lakosság szólásszabadsága ellen. Ez az EU-s törvény olyannyira hatással lesz más országokra is, hogy Ted Cruz, az amerikai szenátus kereskedelmi bizottságának a rangidős tagja, levelet küldött a szövetségi kereskedelmi bizottság elnökének és az Európai Unió San Francisco-i irodája vezetőinek, amelyben választ kért az FTC és az EU közötti az uniós digitális szolgáltatási törvény, hogy a digitális piaci törvény amerikai területen történő végrehajtását célzó koordináció mértékére vonatkozón. Mindkét külföldi törvény az amerikai technológiai vállalatok gyengítésére írták, They're the lies, deception, interference spread online now recognised as a clear and present danger to Australia. In terms of its scale, it can be almost impossible to rein in when it takes hold. The government revealing its planned crackdown on the spread of false information, such as 5G communications being somehow linked to the pandemic, holding search engines and social media to account for what they carry. The regulator is able to look under the hood of what the platforms are doing and what measures they are taking to ensure compliance. If not, the Communications and Media Authority would have the power to enforce tougher rules. The maximum penalty for breaching them would be $6.88 million, or 5% of their global turnover. For Twitter, that would be more than $200 million. For Facebook's owner Meta, it could be more than $8 billion. The government says the authority won't be checking individual pieces of content and won't have the power to tell outlets to take anything down. It also won't affect any authorised government and election. Material or professional news. Even if it's unfashionable, even if it's not popular, even if it's a bit untidy at times, um, freedom of speech is fundamental and it's got to be protected. Experts say it needs to make a difference. A közhiedelem ellenére a nagy online platformok sok éve rendszeresen készítenek átláthatósági jelentéseket, és szorosan együttműködnek kormányokkal és titkos szolgáltatókkal. Megosztják az algoritmusaik működésének bizonyos részleteit, különböző statisztikai adatokat osztanak meg, és így tovább. Magát a Google-t és a CIA segített létrehozni. Mondanom sem kell, hogy ezeknek a vállalatoknak óriási befolyása van nemzetpolitikákra, és talán az sem újdonság, hogy nem csak segítenek megjósolni trendeket, hanem általuk írják In order to collaborate on a large scale, you need to convince everybody to believe in the same story. What really the the, the engine of history is stories, mm -hmm. and they don't even need to be true. Right. Some of the most powerful stories in history were fictions. Right. Uh, but you need to get everybody, or at least a significant part of the population, to believe in the same story. Otherwise, it doesn't work. And so far, we don't have enough people. And enough leaders, business leaders, political leaders, who are convinced of the uh, existential threat that we are facing, not just with the climate, but with, with, the, with ecological collapse in general. Those who own the data really own the future. Mm -hmm. We are reaching a point in human history that we have enough biological knowledge and we have enough computing power, and all you need in order to systematically hack millions of people is just the data. Mm -hmm. That to hack people means to know people better than they know themselves. Right. To, to somebody in San Francisco, in Beijing, knows you, yeah. knows more about you than you know about yourself, mm -hmm. about your medical condition, about your mental weaknesses, things that you did five years ago, 20 years ago, you completely forgot about them, they yeah. know it. Right. This is something we never faced before. Not even the KGB could do it. Right. And if we allow this kind of data, to be accumulated by a few corporations or governments, the result will be really the end of democracy in the free market yeah. and the creation of new kinds of totalitarian regimes mm -hmm. or total surveillance regimes in which and somebody knows you better and can therefore manipulate you mm -hmm. and can therefore predict mm -hmm. what everything you're going to do. Yeah. And we are already beginning to see. The emergence of such total surveillance regimes yeah. in places like Xinjiang, in places like in my own home country in Israel, we have this big laboratory of surveillance called the Occupied Territories, mm -hmm. where you have 2.5 million guinea pigs of how to completely survey and control a, uh, a population yeah. with very few soldiers. Ezt a már-már felfoghatatlan mértékű hatalmat, amit életünk fölött képesek gyakorolni ezek a vállalatok és a mögöttük álló érdekek, érthető módon a szupranacionális szervezetek, mint az EU is megpróbálja még jobban kiterjeszteni. Szóval mindig gyanakodja, amikor a mi védelmünkre hivatkozva hoznak olyan intézkedést, ami a szabadságunkat csorbítja. Egészen ideig is létezett egyébként központi szabályozás, de közel sem olyan szigorú, mint ez az EU-s dolog. Azért is csinálok most róla egy ilyen külön, ilyen hosszabb összefoglaló videót, mert nagyon fontos, ami történik, és ezt azért fontos tudni, mert a szabályozás elsősorban a felhasználók szabályozását jelenti, nem győzöm ezt ismételni. Nem hiába fogod látni címlepon, hogy a Facebook és a Google cenzúrázásáról van szó, persze közvetve arról is. És ami újdonság, hogy az EU-ban törvényi keretrendszer épül arra, hogy befogják a szánkat, arra hivatkozva, hogy a közösségi oldalak képtelenek megóvni minket az internetes trolloktól és a dezinformációtól. Hiába szeretném mondjuk megosztani ismerőseiddel egy egészségügyi tanácsot, amiben peer review tudományos tanulmányokra hivatkozó. Visszamenőleg is eltávolításra, eltávolításra kerülhetnek a, a, tartalmaid, és nem fogod tudni, hogy éppen melyik sért meg milyen jogszabályt. So misinformation, I think, is um, has been a really tricky one because there are things that are kind of obviously false, Right, that are maybe factual, um, but may not be harmful. Um, Sense so like, all right, are you going to censor someone for just being wrong? It's you know, if, if there's no kind of harm implication of what they're doing, I think that that's there's there's a bunch of real kind of issues and challenges there. But then, I think that there are other places where it is. Um, you just take some of the stuff around COVID earlier on in the pandemic, where um, there were, you know, real health implications. But there hadn't been time to fully vet a bunch of the scientific assumptions. And you know unfortunately, I think a lot of the kind of establishment on that um, you know kind of waffled on a bunch of facts and you know asked for a bunch of things to be censored that in retrospect ended up being you know more debatable or or true. And that stuff is really tough, right? and really undermines trust in in, in that and Lássuk egy kis kronológiát. 2018-ban az Európai Bizottság és a főképviselő elfogadta a cselekvési terv a dezinformáció ellen című közös közleményt, ami állításuk szerint az EU dezinformáció elleni küzdelemre irányuló erőfeszítéseit jelenteni. Na persze, egy olyan világban biztos, ahol a szivárványos ponilovakkal, meg teletabikkal, meg nem is tudom, aranyásó manókkal kézen fogva ugrándozunk az örökétermű fák körül. 2019-ben a YouTube Publikusan is elkezdte címkézni azokat a videókat, amik szerintük álhíreket tartalmaznak. Több európai országban elkezdte kiemelni és előrehozni a keresési találatokban az olyan forrásokat, mint például a BBC News propagandája. 2020-ban a 2018-as kezdeményezés revízióját láthattuk, majd 2022-ben érkezett az a törvény, amit most hatályba lépni látunk. Tehát itt egy önjelölt nemzetközi hatóság, aki önkényesen kijelenti, hogy mi és csak is mi tudjuk a teljes igazságot, és ha te ellenszegűz, egy bolsevik inkvizíciót indítunk ellened, Valójában a, nemzet, a, nekik nem tetsző narratívákat akarják eltávolítani a közösségi média befenyítésével. Ha mondasz valamit a közösségi médián, és mi nem értünk egyet veled, akkor eltávolítunk. Ha pedig a közösségi oldal nem akar eltávolítani téged, akkor súlyos bírságot adunk nekik, és ellehetetlenítjük a létezésüket. Egyébként ezt megtehetik nemzetállamok kormányai keresztül is, annyiféle módjuk van erre, Hát ezért óriási dolog ez, és ha esetleg most lép, beletekertél a videó, és most ide tekertél, akkor azért mondom el újra, szeretném ezt az üzenetet keresztül vinni, hogy milyen jelentős dologról is van most szó. Úgyhogy itt tartunk, kedves barátok, nem túlzok. Aztán idén évelején részletes beszámolókat találhattunk a különböző nagyvállalatoktól, az igazságminisztériumának, tehát tett elkötelezettségeikről és a fact történő együttműködésükről. Februárban publikálták ezeket a jelentéseket, amiket az imént említett 2022-es dezinformációs kódex alapján írtak, adok meg ezekhez is linkeket a leírásban. Mit csináltak a vállalatok, hogy megfeleljenek? Csak néhány rövid példát említenik. A YouTube augusztusban bejelentette, hogy új keretrendszert hoz létre az orvosi félretájékoztatás visszaszorítására a platformon. Eltávolítja azokat a tartalmakat, amelyek ellentmondanak az egészségügyi hatóságok, bizonyos betegségek, többek között a vakcinák megelőzésére és átvitelére vonatkozó iránymutatásának. Nos, mi alapján, na néhogy a VAO keretrendszer alapján, biztos te is láttad megjelenni a kis üzeneteket, például a YouTube-on, de Facebookon is a, a videók alatt amik ezt jelzik számodra, arról a WHO-ról beszélünk, akik még mindig egy olyan szert népszerűsítenek, ami emberek tömegeinek okozott súlyos mellékhatást világszerte. Na mindegy, a Twitter jelentése kavarta egyébként talán a legnagyobb port, Senki se meg a kínai WeChat mintájára épülő X, vagy korábbi nevén Twitter, Elon Muskról és Twitteréről egy videó érkezik hamarosan, mert sajnos egyre többen elhiszik, hogy ő nem aktív részvevője ennek a globális kontrollhálózatnak, szeretik áldozatként beállítani magukat ezek a platformok, meg a technokra, a tulajdonosaik. Ahogy többször elmondtam már ebben a videóban, elmondtam már ebben a videóban, nagyon fontos látni, hogy ők nem áldozatok, te és én vagyunk az áldozatok. Óriási befolyással rendelkeznek, ez az igazság. Erre akarok kiukodni. Tehát tehát emberek milliárdjaihoz jutnak el, és ha akarnák, egy csettintéssel végét tudnák vetni ezeknek az intézkedéseknek, amik ráadásul a saját üzleti érdekeiket is sértik, legalábbis elméletben, de nem teszik, hiszen ők is része a játéknak. Ki az, aki ugye az igazság lehet Twitter, Facebook, YouTube, vagy az EU, kik azok, akik meghatározzák, hogy mi meghatározhatják, hogy mi az igazság. A minden néhány évtizedben változó tudományos konszenzus, a bürokraták, akiket vállalati lobbisták madzogon rángatnak, a politikusok, valamiféle erkölcsi szabályrendszer, aminek szabályban évezredek óta képtelen az emberiség megegyezni. Tehát képtelenség, hogy egy dezinformációs törvény valaha is az emberiség javát szolgálna? hiszen a megalkotói magát az igazságot hirdetik, ami, ami nyilvánvalóan nincs a birtokukban, és minden ilyen nagyobb birodalom ezért ö, zuhan magába, mert vannak néhányan, akik kijelentik, hogy mi és csak is mi tudjuk az igazságot, és előbb-utóbb ebből a probléma lesz. Sajnos a törvény legitimitását jelenleg az adja, és, és ez a, ez a mondjuk így fájó, vagy, vagy problémásabb része a dolognak, hogy, az, hogy, hogy a tömegek imádják azt érezni, hogy az apuci kormány gondoskodik róluk, és még véletlenül sem kell bármely feszíteniük, tenniük azért, hogy saját maguknak kellene ellenőrizni az általuk választott tartom hitelességét. Nem, az EU törvényt, hogy megóvja őket a félretájékoztatástól, mert ők lusták ahhoz, hogy megtegyék ezt. Őrület. Szóval, szóval a kényelemért, megint a kényelemért feláldozunk a szabadságunkat, pontosan úgy, mint a Covid esetében az mindenképpen biztató, Azért szeretnék valami pozitívat is mondani hogy a videó vége felé, hogy az EU ennyire elkeseredetten próbálkozik és hogy léteznek ellenszegülők, mint amilyen te is vagy, és léteznek alternatív oldalak is, ahol ezután is megtaláljuk egymást, olyan, mint mondjuk a decentralizált Odyssey, ahol engem is megtalálsz, persze ők is egy idő után problémában lesznek, és kíváncsi vagyok, hogy hogyan fogják ezt megoldani, de uh, nyilván a legtöbben azért vagyunk ezeken az alternatív oldalakon, mert az igazságra vagyunk kíváncsiak, és nem az EU igazságára. Létre kell hoznunk a szabad Európa internetet, ahol digitális személyazonosság nélkül anonim módon tudunk kommunikálni egymással, ahol mindenkinek megvan a joga ahhoz, hogy szabadon tájékozódhasson, vagy akár beszóljon a másiknak, mert ez is egy, ez is egy lényeges dolog. Én nem, akarom el, én, én nem akarom elkerülni ezt, vagy mondjuk mondjuk trollkodjon, hagyj trollkodjon, de ahhoz meg nekem van jogom, hogy lenémítsem a trollokat. Szóval ezt hívjuk szabadság, a szabadság felelősség. De a szabadságra való törekedés az emberi létezés eszenciája. Még akkor is, ha biztonságban valóban ö, fontosabbnak tűnik, a, a biztonság valóban fontosabbnak tűnik a, a többség számára, mint mondjuk maga a szabadság, hiszen a szabadságban kevesebb a biztonság érzet, és ez bizony probléma a legtöbb ember számára. De egyszer bizony a biztonságot szerető embernek is elfogy a türelme, és én azt gondolom, ez a személyes véleményem, hogy jelenleg ezt feszegeti az EU, és ez az, amit el akarnak kerülni. De ha már nincs más választás, akkor a végletekig el fogják tolni ezt az autokrata, diktatórikus jellegű um, irányítási modellt. Szóval nem tudom, hogy mit gondolsz erről, de nagyon kíváncsi vagyok. Írd meg, kérlek a videó alatt és köszi, ha megosztod a videót, meg nyomsz egy ilyet, óriási segítség, sokat dob az algoritmuson, és ha szereted a szabad, nyílt forrású hírszerzést, akkor kérlek fontol meg, hogy rendszeres támogatója válsz a szkeptikus kerekasztalnak, a videó alatti leírásban találsz lényeket, és ha még nem vagy feliratkozva esetleg a hírlevélre, akkor skeptikus kerekasztal.com per hírlevél kötője a feliratkozás címen meg tudod tenni, és persze a platformon, ahol nézed ezt a videót, ott is iratkozz fel, és nyomd be azt a pici emlékeztetőt, hogy mindig feljön a, a, legújabb tartalom. A, a, hamarosan találkozunk, addig is pedig sikeres tájékozódást kívánok. Sziasztok!